Tehát a liturgia és a lelkiség, illetve a liturgikus lelkiségnek a kialakítása. Mindjárt az elején egy kicsit visszamegyünk a 20. század elejére a sokat emlegetett liturgikus mozgalom kialakításának az idejére, tehát nagyjából a első világháború előtti évtizedre gondolunk, és ezen belül is 1913-ban egy bizonyos Dom Festugé, a belgiai Maredsu bencés apátságnak a szerzetese, egy hosszú cikket publikált az egyik filozófikus folyóiratban, amelyben kommentálja a 10 évvel korábban megjelent Tra le solecitudini című motu propriót, amit ugye az egyházzenészek jól ismernek, mert ez az a motu proprio, amit 10. Szent Pius pápa adott ki az egyházzenéről, és lefektette az egyházzenének a fő szabályai, többek között azt a 3-as jól ismert ugye szabályt, hogy művészi szent is egyetemes legyen a méltó egyházzene. Na most hát ez a Dom Festugének a cikke azzal foglalkozott, ugye, hogy részletesen kifejtette 10. Szent Pius pápának ezt a gondolatát, hogy a keresztény lelkiség elsődleges és legfontosabb és kihagyhatatlan forrása az a szent liturgia. Hogy lehetetlen az életszentségben előre haladni, és egy hiteles keresztény lelki életet élni, anélkül, hogy mélyen bene gyökereznénk az egyház liturgikus életébe. És hát azonnal akadtak ellenzői ennek a tételnek, nevezetesen a jezsuita renden belül, úgyhogy egy nagyon heves vita bontakozott ki a jezsuita és a bencés irányzat között. A bencés irányzatnak a két fő protagonistája, vagyis a vitában résztvevők voltak a Dom Lambert, hogy is mondtad, Attila? Bodüen, igen. És ez a bizonyos Don Maurice Festugé. A jezsuita oldalról egy bizonyos Jean-Jacques Navatel és egy másik Louis Peters nevű jezsuita atya. Tudnélik, a jezsuiták a Szent Ignáci módszerre és a Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvére ugye visszamenve azt állították, hogy tulajdonképpen a liturgia az igazi lelkiség szempontjából egy nem annyira lényeges, mellőzhető dolog, hiszen az igazi lelkiség az az egyedi emberre, az individuumra fókuszál, tulajdonképpen az egyének a pszichológiai válaszát jelenti, arra, amit a meditáció tárgyaként elé állítanak. És hát ez a meditáció, ez a pszichológiai válasz, ez teljesen független az egyház liturgikus naptárától és szertartásaitól. Ugye általában mondjuk a jezsuitákra jellemző, hogy az első olyan szerzetes rend, akik ugye már 1550-től fölmentést értek a közös zsolozsmázás alól. Tehát az első olyan rend, ahol kifejezetten nem része a szerzetes életnek a közös zsolozsmázás. Főleg nem, ugye kórusban is énekelve. Az indok az volt, hogy ez a szabadság lehetővé teszi az apostoli mobilitást, ugye, tehát a kor követelményeinek jobban megfelel, hogy a szerzetesek sokkal szabadabban tudnak mozogni, és tehát nincsenek annyira helyhez kötve, és a napjuk sincs annyira fixálva. Na most ennek a következménye az volt, hogy rövidesen a liturgia végül is a monasztikus kolostorokba talált otthonra, a teológia átköltözött az egyetemekre, és a vallásosság, úgymond a lelki élet, az pedig a lelki gyakorlatos házakba költözött. Tehát ez a 3-as, ami eredetileg szorosan egybe tartozik, ez ugye szétszakadt, és egymástól függetlenedett. Na most ugye azért a Loyolai Szent Ignác nem
volt semmiképpen sem ellensége a liturgiának, az ő önéletrajzában és a lelki gyakorlatos könyvben is vannak utalások a liturgiára. Például ő maga is javasolja a lelki gyakorlatot végzőknek, hogy minden nap vegyenek részt a szentmisén, sőt a vesperáson is, és a rendtársainak is javasolja, hogyha nincs is a jezsuita rendházban közös zsolozsma, de ha éppenséggel egy bencés apátság közelében vannak, és arra visz az útjuk, akkor semmiképpen sem tilos részt venni ugye, a közös énekelt zsolozsmában. Tehát ez egy jó dolog, és különösen is fontos a pap egyéni lelkiségében a rendszeres zsolozsmázás, de ahogy a Miklós is kifejtette, ez ugye egy olyan fajta zsolozsma, ami egészen más spiritualitást hordoz, mint a közös zsolozsmázás. Tehát ez ilyen egyéni lelki olvasmány, egyéni ilyen meditáció tulajdonképpen. Nos, szóval egyébként az is érdekes, hogy Ignác nagyon sokat ír a miséről, tehát a misézés közbeni élményeiről. A legtöbb látomás a misézés közben történt, ugye? Tehát ezek mind ilyen csendes magánmisék voltak, és 2-3 óra hosszáig is eltartottak, éppen a misztikus élményei miatt. De érdekes, hogy mindig megemlíti, hogy milyen mise formulát vett, és sohasem az adott napnak, vagy az adott liturgikus időszaknak megfelelő mise, hanem csupa votív mise. Most a Szent Háromságról miséztem, most a Szűzanyáról, most erről, arról, amarról. Tehát itt is látszik, hogy ez egy olyan lelkiség, ami teljesen függetlenedett és elszakadt a liturgikus évtől, a naptártól és a liturgikus ünnepköröktől. Na most ugye hát ebből érthető az ugye, hogy ehhez a jezsuita szellemhez hozzátartozik, hogy önállósodni akar a kötöttségektől, hogy gyakorlatilag a dolgokat a saját módján kívánja csinálni. Tehát ne írják elő, hogy mit imádkozzon, milyen testtartásban imádkozzon, hogy bizalmatlan a rítussal szemben, a kifejlett részletes ceremóniával és a rubrikákkal szemben. Hát e körül van egy csomó ilyen nagyon találó ilyen közmondás is, némelyek most ugye nem is annyira a nyilvánosság elé tartoznak, mert úgy néznek ki, hogy premontrei, más rendeket szeretetlenül kritizál, de például az egyik ilyen jellemző mondás, hogy jezuita nek cantat, nek rubrikát. Nem énekel, és a rubrikákkal sem foglalkozik. Tehát ez egy jellegzetes ugye dolog. Illetve azt is szokták mondani, hogy kismisés rend, ugye? Tehát, hogy csak a kismise, a csendes magánmise létezik. Most ezzel szemben az eredeti bencés szellemnek az volt a jellemzője, és ma is ugye a tradicionálisabb bencés kolostorokban, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon beágyazódott a liturgikus tradícióba, a liturgiában találja meg a tradíciónak a legtisztább kifejeződését, és teljesen aláveti a maga egyéniségét, ugye, a rítusoknak, ceremóniának, a rubrikáknak, tehát teljes egészében engedi, hogy ez a liturgia formálja őt. Ugye Benedeknek van egy mondása regulájába, hogy az érzések igazodj, a szív igazodjék a szavakhoz. Tehát nem az a cél, hogy ami a szívemen a számon, hogy én kifejezzem ugye az imádságomban a belső érzéseimet, a pillanati lelki állapotomat, hanem fordítva ezek a szövegek, amiket éneklünk és amiket mondunk, ezek hatnak majd az én lelkületemre. Tehát ebből érződik, hogy most mindegy, hogy szomorú vagyok, vagy vidám, de hogyha mit tudom, én van egy örvendező zsoltár, akkor én újongani fogok. Hogyha van egy szomorú, kesergő zsoltár, akkor keseregni fogok, és engedem alázatosan, hogy az egyház engem ilyen módon neveljen és formáljon. Tehát ez, hogyha valaki nap mint nap, éveken, évtizedeken keresztül, egy életen át ugye hosszú órákat tölt el a kórusban, mondjuk, hogyha valaki tényleg a teljes monasztikus liturgiát minden nap végig énekli, hát az van egy teljes munkaidő, mondjuk legalább egy 8 óra, nem is beszélve, ugye, hogy a középkorban még nem csak ez a fajta officium volt, hanem még a szűzanyaki zsolozsmája, meg a halottas officium, meg például nálunk premontrejeknél 3 konvent mise is volt naponta, ugye, mert a napi mise mellett volt még egy Mária mise, meg egy halottas mise is, azon az egész konvent részt kellett, hogy legyen ugye valamikor a középkorban.
sorozatban, sőt, hát a mise könyvben legtöbb ugye napra van egy missa matutinalis és egy missa summa, ami két különböző mise szöveg, ugye, amit minden nap elvégeztek. Szóval már maga a terjedelem is olyan, hogy ez szükségszerűen teljesen átformálja az ember belső világát, neveli az ő lelkiségét és a legbensőbb érzéseit. Nos, tehát ugye egy másik nagyon híres vagyis bencés atya, akit később Boldoggá is avattak, ez a Don Columba Marmion, ugye ő beszél például erről, hogy milyen tapasztalatai voltak neki a másik fajta lelkiséggel, a jezsuita lelkiséggel és a jezsuita lelki gyakorlatokkal. Azt mondja, hogy ugye ez a Marmion is hasonlóan, mint a már említett Prosper Geránzsi apáthoz, eredetileg világi pap volt, és utána ugye lépett be a bencés kolostorba, és hát körülötte formálódott egy ilyen hiperliturgikus, nagyon-nagyon pesgő közösség. Ugye, tehát a Marmion még világi papként, egyházmegyés papként többször is részt vett ugye ilyen ignáci lelki gyakorlatokon, ahol ugye hát a különböző előadások és elmélkedések határozták meg a lelki gyakorlat tartalmát, és azt mondja, hogy ő maga is megtapasztalta, hogy ez az ignáci módszer rendkívül hatásos abban, hogy az ember el tudjon szakadni a világias szokásaitól, az emberi gyarlóságaitól, a bűnös életmódtól, és hogy tudatosan elkötelezze magát az Isten útja mellett. Ugye hát az ignáci módszerben tudjuk, hogy az egyik legfőbb ugye, alapelv, hogy hát van a két zászló, a Krisztus és a Sátán zászlója, ugyanúgy, hogy Ágostonnál is korábban, hogy a Civitas Dei és a Civitas Diaboli, és hát az ember nem maradhat ugye döntetlenbe a két tábor között, hanem óhatatlanul döntenie kell, és el kell köteleződnie valamelyik mellett. És hát a lelki gyakorlat azt segíti elő, ugye elmélkedek a pokolról, elmélkedek a mennyországról, stb. Vizuálisan is, érzelmileg is beleélem magam, milyen az, hogyha elkároznék például, meg ilyen dolgokat kell átélni. Ugye nem mindenki képes erre egyformán, de hát ez a cél. És ugye ennek következtében döntenem kell, egy életre szóló, visszavonhatatlan döntést kell hoznom Krisztus mellett. Na most erre nagyon jó az ignáci módszer, mondja Boldog Columba Marmion, de egy probléma van Marmion szerint, ez pedig az, hogy nagyon sok egyházmegyés pap, amikor a szemináriumban kizárólag ezt az ignáci módszert tanítják és propagálják, ugye mondjuk a mi időnkben ez már nem így volt, de ismét csak a mai jezsuita módszereket propagálták, ami hát egy külön téma, ugye, hogy itt mindenféle keleti meditációs módszerektől elkezdjen testérzékelés, hogy most helyezzem a lábaimat a földre, érzékeljem a kisujjamat, a nagylábujjamat, stb. A testemet, a légzésemet, stb. Ilyen nagyon különös tenyeremben érezzem a melegséget, és ugye ez az Isten jelenléte, helyezzem magam az Isten jelenlétében, meg stb. De nem mindenkinek megy ez egyformán, hogy órákig csücsüljön a pézé és ámlid, és érzékelje a testét. És ugye azt mondja, hogy ez viszont iszonyatosan időigényes, koncentrációigényes dolog, és a legtöbb pap, aki a szemináriumban ezt megszokta, és ez jelenti a lelki életet számára, miután kikerül a plébániára, és a nyakába szakad az összes intéznivaló dolog, akkor túlságosan fárasztónak és megterhelőnek érzi ezeket a módszereket, és nagyon rövid időn belül teljes egészében felhagy az elmélkedéssel és az ilyenfajta lelki élettel. Tehát ugye ezt már ő 1914-ben így tapasztalta, a Boldog Columba Marmion. Tehát azt mondja, hogy ez egy szubjektivista, individualista vallásosság, ami túlságosan ugye az akaratra koncentrál, tehát a voluntarista, és még ilyet is mond, és szerintem ezzel nagyon sokan ma vitatkoznának, hogy a Marmionnak nagyon karakteres és erőteljes véleménye van az úgynevezett lelki vezetésről. Sokan kértek tőle lelki vezetést.
És a Marmion azt mondta, hogy én az úgynevezett lelki vezetésnek halálos ellensége vagyok, idézőjelbe, mert a Szentlélek egyedül képes arra, hogy lelkeket formáljon. Azt mondja, hogy az emberi lelki vezető legfőjebb csak diszkréten rá tudja irányítani a lelki gyermekét arra az útra, amelyen az Isten őt formálni akarja. Bizonyos általános szabályokat adhat, külsőleg ugye ellenőrizheti a léleknek a haladását a kijelölt úton, megválaszolhat bizonyos problémákat, de ő szerinte elegendő évi egy lelki gyakorlat, és ezen kívül két vagy három találkozás, illetve levél a lelki vezetővel. Tehát Marmion szerint ez bőven elég a lelki vezetés szempontjából, sőt azt is mondja, hogy azok a szerzetesek, akiknek a teljes lelki élete a liturgiára alapszik, azoknak még ez is nem biztos, hogy szükséges, mert a liturgikus élet az egy olyan tiszta forrás, annyira megbízható, annyira mentes a tévedéstől is, a önbecsapástól, hogy azt mondja, hogy ez teljesen biztos úton vezeti az embert, amennyiben maradéktalanul átadja magát, és ebben éli a lelkiségét. Na most ugye, az első világháború ugye ennek a vitának véget vetett, azonban a mai napig érződik az a bizonyos feszültség a két fölfogás között. Tehát, hogy a lelki életünk az mennyire ugye függ vagy független a liturgiától. Nyilván én, mint premontrei szerzetes, akinek tehát a rendi karizmájának a lényeges része a közös ünnepélyes napi liturgia végzés, én nyilván a bencés vonalhoz állok közelebb, és azt hiszem, hogy a Szent Mihály káptalan is valamiképpen ezt a lelkiséget követi. Na de mégsem mindegy, hogy akkor most a liturgia tényleg a mi lelki életünknek az alapja, akkor mégis hogy kell ezt a dolgot megélni? Hogy kell megközelíteni a liturgiát? És itt egy másik alpont, illetve a gondolatai második része az aktív részvételről szól, a participáció aktuózáról, ugye? Ez is a liturgikus mozgalom egyik legfontosabb jelszava volt, hogy ahhoz, hogy a liturgia legyen a mi lelki életünk elsődleges ihletője, ez a liturgiát meg kell érteni, a liturgiával kapcsolatba kell kerülni, mégpedig meg kell ismerni a liturgiának olyan szempontjait is, amelyek egy kicsit el vannak rejtve, akár a latin nyelv használata miatt, akár a csend miatt, akár a versus orientem celebrálás miatt, akár a bonyolult szertartások miatt. Ugye nyilvánvaló, hogy a liturgia megértése az nem csak a szövegek megértésére vonatkozik, hanem az egész a liturgia egész megjelenésére, létmódjára, és nem csak az intellektust, hanem az egész személyt érinti. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a tridenti zsinat után a lelki élet iszonyatosan intellektualizálódott. Ugye a tridenti zsinat előtt a szövegek mellett ugyanolyan fontos szerepe jutott a cselekedetnek, a jeleknek, a szimbólumoknak, tehát ugyanolyan fontos volt a csendes kontempláció, elmélkedés, a bizonyos a lelkiségnek a testi szempontjai, tehát a testi penitencia, böjtölés, leborulások, térdhajtások, zarándoklatok, processziók, alamizsnálkodás, a szegények gondozása, tehát ez mind egyfajta kontextusba helyezte a liturgiát. Ugye manapság véres berejtékkel kell küzdeni, hogy egy hívő sereget az ember rászoktasson például a térdelésre, vagy mondjuk, hogy egy keresztútnál menjünk ki a padból, és hát járjuk körbe a stációkat, stb. Tehát minthogyha csak az agyam lenne ugye
a liturgiának a végzője, mint hogyha csak egy intellektuális dologról lenne szó, egy előadás, amit nekem meg kell érteni, pedig hát a térdem az ugyanannyira én vagyok, mint az intellektusom, vagy a gyomrom, amely böjtöl, vagy a derekam, amely megfajol. Tehát valamiképpen ezt, hogy az egész személyiség ugye a liturgiának a végzője, a liturgiának a szubjektuma, ez egy nagyon fontos dolog az aktív részvételben. A másik ugye, hogy ahhoz, hogy az aktív részvétel megvalósuljon, a liturgikus mozgalom nagyon helyesen úgy gondolta, hogy a liturgia szövegeit közelebb kell hozni ugye a hívekhez. Vagyis a lelki élet elsődleges forrásai a misszálé, a breviárium, a rituálé és a pontifikálé. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor én egyházmegyés pap koromban levelező tagozaton liturgiát tanítottam, akkor próbáltam rávenni a hallgatókat arra, hogy ha már a miséről tanulunk, akkor tessék beszabadulni egy sekrestyébe, és kézbe venni a misekönyvet, az újat természetesen, mert azt kellett tanítani, és kinyitni, és megnézni, hogy mi van abban, megismerni a tartalmát, egyáltalán a kinézetével ugye megbarátkozni. Egy iszonyatos ellenállásba ütköztem, hogy ezek a liturgikus könyvek, ez csak a papnak a dolga, tehát ez nekünk semmi közünk. A liturgikus mozgalomnak ez egy nagyon fontos célkitűzése, és ma is hangsúlyozandó, hogy ezek nem csak a papnak fönntartott ilyen tiltott gyümölcsök, hanem igenis kézbe kell adni. Ugye hát, hogy ennek milyen formája van, most szó volt ma délelőtt a kétnyelvű kis misszálék használatáról. A liturgikus mozgalomnak az volt az egyik vágya, hogy minden hívőnek a kezébe adni egy szúnyogszavért, vagy sottot, vagy ennek megfelelő, ugye kétnyelvű kis misszálék. És akkor ma is nyugaton sok helyütt a régi rituson is megfigyelhető, hogy egész idő alatt a hívek lapoznak és idegeskednek, hogy már megint a pap hol tart, nem tudom megállapítani, hogy most hol tart a mise, és hogy miről vette a misét, és hogy melyik oldalon vagyunk. Tehát az egész, az egy ilyen teljesen meddő próbálkozásba ugye torkolik, tehát ez nem biztos, hogy ideális alkalom, vagy ideális módszer, annál is inkább, hogy a 12. Pius pápa, amikor a Mediator Dei enciklikába, hát mint egy jóváhagyó pecséttel látta el a liturgikus mozgalmat, akkor említi azt, hogy a liturgiában való részvétel az nem történhet egy kaptafára. Mert tehát az emberek nagyon-nagyon különböznek a műveltségükben, a vérmérsékletük tekintetében, a lelkiségük tekintetében. Tehát lehet, hogy valaki olyan intellektuális típus, ilyen könyvmoly, akinek kell egy könyv a kezében, hogy állandóan azt forgassa, azzal foglalkozom, de például lehet, hogy valakinek sokkal többet jelent, ha csak jelen van, ha csak engedi, hogy az egész légkör hasson rá. Sőt, például ugye nem győzték a buzgó papok kárhoztatni mondjuk az olyan módszereket, mint a rózsafűzér imádkozását a mise alatt. Az egyik helyen történt, hogy az egyik atya nagyon keményen megdorgálta saját édesanyját, hogy hagyjon fel ezekkel az öregasszonyos szokásokkal, hogy csörgeti a rózsafűzért egész mise alatt is imádkozik, ugye. És hát azt mondta az édesanya, hogy hát fiam, de hát miről szól a mise? Te mit csinálsz a misében? Hát megjelenítem Krisztus kereszthalálát és föltámadását. De hát a rózsafűzérben nem ugyanezt csináljuk? Fájdalmas olvasó, ugye, a szenvedés misztérium, a dicsőséges olvasó, a föltámadás, a megdicsőlés, tehát ugyanarról van szó, csak másképpen. És én itt most nyilvános bűnvallomást teszek, hogy nagyon sokszor, amikor nem misézek, hanem csak részt veszek a misén, bizony én is magamban rózsafűzérezek. Tehát ez egy olyan módszer, ugyancsak délelőtt fölmerült az, hogy ugye, ez, amiket mi most itt zsolozsmázunk, például ez akkora mennyiségű szöveg, amit nem lehet egyszerűen az imádság közben intellektuálisan földolgozni. Tehát azt nem lehet kitűzni, hogy most én ezt mind megértem, és én ezt mind földolgozom elmélkedve. Én 1993-ban, másodikos kispap koromban,
kezdtem rendszeresen zsolozsmázni. Tudnélik, engem még az új rítusú liturgia horárum mennyisége is annyira megijesztett, hogy iszonyatosan féltem, hogy engem egyszer fölszentelnek, és halálos bűn terhe alatt nekem ezt naponta el kell mondani, akkor én beleőrülök. Tehát ezt ember nem tudja egy nap alatt elvégezni. És ezért kezdtem rasszan rászoktatni magam, már először magyarul, aztán latinul, aztán sokkal később ugye már a régi rítusú zsolozsmát is elkezdtem. Na most ugye, hát a megoldás az az volt, hogy szépen lassan rájöttem arra, hogy nem az a cél, hogy szóról szóra átrágjam ezeket a szövegeket. Egy élet áll előttem, napi imádság szintjén, hogy ezeket a szövegeket ugye én magamévá tegyem, átrágjam. Egyszer az egyik szó ragad meg, az egyik mondat, az egyik gondolat, máskor a másik, nem kell bepánikolni, nem kell görcsölni. Ez olyan, mint amikor az ember megint csak a rózsafűzére hivatkozok. Tehát, hogyha én mind az 50 üdvözlégynél minden szóra egyformán oda akarok figyelni, akkor megőrülök. Akkor biztos, hogy egy idegroncs lesz belőlem, és rövidesen fölhagyom az imádságot. Hanem ez inkább egy olyan, mint egy folyó. Tehát ez egy háttérmeditáció, egy háttérzene, ami úgy szól az ember lelkében, miközben próbál ugye behatolni a misztériumba, szemlélődő módon. Tehát ugye az ilyen szerzetesi történetekben van ilyen, hogy az egyik novícius panaszkodott, hogy állandóan elkalandoznak a gondolatai, tele van világias gondolatokkal az agya imádság közben, nem tud odafigyelni. És az apát azt mondta, hogy hát védj egy kosarat, egy ilyen vonott kosarat is, és hozzál vizet a patakból. És akárhányszor próbálta a novícius ugye ezt, hogy a vonott kosárba vizet hozzon, mindig kicsurgotta a víz. Azt mondta, hogy nem vagyok képes rá, hát a víz mindig ugye kicsurog, kiszökik. Azt mondja, de nézd, milyen tiszta lett a kosár közben. Tehát ezek a zsoltárok, vagy a rózsafűzében az üdvözlégyek, ezek olyanok, mint egy ilyen tisztító infúzió, mint egy ilyen tisztító víz, amely folyamatosan csorog át a lelkemen, a bensőmön, és folyamatosan tisztítja ki ezeket a világi odatapadt szennyeket és idegen gondolatokat, és nem kell ezek miatt pánikolni, mert minél inkább pánikol az ember, és erőszakkal próbál ezeket kiiktatni, annál undokabb módon visszajönnek. Egyszerűen rá kell hagyatkozni, át kell magunkat adni a liturgia gyönyörű folyamának, hogy vigyen, hogy átmossa a bensőmet, és így megoldódik az egész probléma. Tehát ezért mondja 12. Pius pápa a Mediator Dei enciklikában, hogy hagyjuk az embereket békében. Tehát legyen egy bizonyos egészséges pluralitás, választási lehetőség, hogy a misén különböző módon lehet részt venni, különböző módszerekkel és a liturgiában is. Tehát ameddig tényleg próbál behatolni Krisztus misztériumába, Krisztus jelenlétében lenni, addig nincs nagyobb baj. Nos, és ugye még egy kicsit visszatérve, hogy a liturgikus mozgalomnak ugye abban, hogy a liturgiát közel hozni az emberekhez két javaslata volt. Az egyik az, hogy ugye a liturgia szövegeit át le kell fordítani, az emberek kezébe kell adni, ami nem egy rossz dolog. Természetesen ugye, ahogy ezt már délelőtt is említettük, hogy nem biztos, hogy a liturgia ideje alatt kell ugye ezeket a könyveket forgatni. A másik pedig az, hogy magukat a rítusokat, és ez már a későbbi liturgikus mozgalom, hogy magukat a rítusokat úgy kellene átalakítani, hogy közérthetőbbek, egyszerűbbek, rövidebbek legyenek, ugye a fölösleges ismétlődésektől mentesek, a misztikus, titokzatos, érthetetlen szokásokat vagy formákat ki kell belőle iktatni. És gyakorlatilag ma már nagyon szépen látjuk, hogy amennyiben egy rítust lerövidítünk és egyszerűsítünk, akkor ez tulajdonképpen egy önpusztító próbálkozás, mert hogyha lerövidítem és kihagyom a szimbólumokat, a
a szertartásokat, a gesztusokat, akkor annál kevesebb megérteni és magyarázni való dolog marad. Tehát a végén gyakorlatilag már nem lesz mit magyarázni, és nem lesz tárgya a gyümölcsöző meditációnak. A másik pedig ugye az, hogy a mai szociológusok már nagyon szépen rájöttek arra, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy a rövid, egyszerű, átlátható rítusok nagyobb hatással vannak az ember tudatára, az ember lelki állapotára, mint a hosszabb, bonyodalmasabb, ünnepélyesebb, elaboráltabb rítusok. Tehát egyáltalán nem igaz az a modern dogma, hogy minél egyszerűbb és minél átláthatóbb egy jel, annál hatékonyabban fog hatni az emberre, hanem nagyon sokszor, hogyha valami azonnal látszólag megérthető és átlátható, akkor az embernek a figyelmét nem tudja megragadni. Tehát azt mondja, hogy hát ez egy banális hétköznapi dolog, ezzel nincs mit foglalkozni, ugye. Egyik papbarátom mesélte, hogy édesapja valamikor nagyon-nagyon buzgó minisztrás volt, naponta járt ugye minisztrálni, és amikor jött a liturgikus reform, akkor rövid időn belül teljesen leszokott a szentmiséről, és azt mondja, hogy a magyarázata az volt, hogy hát amikor ugye latin nyelven kellett válaszolgatni, és hát ott mindenféle titokzatos dolgoknak volt a tanúja, amiket nem is értett teljesen, ugye akkor neki ez egy ilyen csodálatos, lenyűgöző világ volt, hogy megtisztelve érezte magát, hogy ő ennek részese lehet. És amikor magyarul hallotta ugyanezeket, vagy hasonlókat, akkor azt mondta, hogy hát ez ennyire banális, ennyire tartalmatlan, ennyire nincs benne ugye semmi izgalmas, semmi, amibe érdemes lenne ugye elmélyedni. Szóval mondom, hogy nem biztos, hogy ez az egyszerűség és közérthetőség a varázs megoldás mindenre. Szóval lényeg az, hogy mindenképpen a korábbi liturgikus mozgalomnak, a Geránzsé apátnak és társainak a hozzáállása a gyümölcsöző, tehát hogy a liturgia az nem azért van, hogy mi ugye a tetszésünk szerint alakítgassuk, a mi pillanatnyi igényeinknek és divatos elképzeléseinknek megfelelően. Ugye ugyanúgy, ahogy például az orvostudomány sem azért tanulmányozza az emberi szervezetet, hogy átalakítsa, hogy rájön, hogy mit lehetne, milyen fiziológiai ugye, mechanizmusokat lehetne másképpen, vagy átprogramozni az ember szervezetét, hanem meg akarja ismerni az ember szervezetét, ahogy az Isten megteremtette, hogy jobban tudja ugye, gyógyítani, vagy hogy jobban tudja az embert a természetének megfelelő módon működtetni, vagy ahogy ugye általában mondjuk egy természettudománynak is az az elsődleges cél, hogy megismerni azt a természetet, ami van, azokkal a törvényekkel, amik adottak, és megtanulni ezeket helyesen alkalmazni, helyesen élni velük. A liturgiához is nem a modern embernek ezzel az izgágasságával és tevékenységi mániájával álljunk hozzá, hogy mindent azonnal átalakítani a saját elképzelésem szerint. Ne azért akarjuk megismerni a dolgokat, hogy átformáljuk, hanem azért, hogy azok a dolgok formáljanak át minket. Tehát, hogy mi akarjunk nevelődni, mi akarjunk átalakulni, mi hagyjuk, hogy ezek a külső ingerek, szövegek, rítusok, gesztusok formáljanak minket, szemléljük őket, engedjük át magunkat bizalommal, és ugye ebben tartsunk ki kitartó módon, mert ugye ez nem olyan dolog, mint mit tudom én, valamiféle csoda tablett, ahogy egy héten belül már fantasztikus, mit tudom én, fogyást, vagy akár milyen ugye, eredményt produkál, hanem ezt hosszú időn keresztül kell csinálni. Tehát ez egy életmód. Ugye ezért nagyon jó, amit most csinálunk, hogy egy héten keresztül próbáljuk magunkat átadni ennek a nagy folyamnak. Ezt az életmódot begyakorolni. Jó, ez még hatékonyabb lenni, hogyha még monasztikusabb módon próbálnánk ezt csinálni, lelki gyakorlatszerűen, hogyha tudnánk mondjuk teljesen elszakadni a világtól, mondjuk sokkal keményebben tartani a napi rendet, stb. Tehát valóban maradéktalanul átadni magunkat ennek, hogy én semmi mással nem akarok foglalkozni, csak
kiszolgáltatom magam, engedem, hogy a liturgia vezessen engem. Tehát ez egy nagyon hatékony dolog lenne, de ha valaki mondjuk ezt egy életen át tudja csinálni, ha nem is úgy, mint egy monasztikus szerzetes, de a maga világ életének megfelelően, akkor ez a lelki életnek egy igazi, megbízható módja, és azt hiszem, hogy ez a nagy-nagy küldetése mondjuk akár a mi közösségünknek, akár magának, a régi rítusnak az egész egyházon belül, hogy így ránevelje az embereket a tiszteletre, a hódolatra, az imádatra, a szemlélődés szellemére. Tehát tényleg arra, hogy engedem magam formálni. Nem akarok akciózni minden áron, hanem ez a szempasszivitás, ami teljes bizalommal ráhagyatkozik. És még egy nagyon fontos céltűzése igazi liturgikus lelkiségnek az, hogy újra egységbe kerüljön ez a három, ami mindig is egy volt, ugye az újkori pusztító tendenciák beköszöntéig, hogy a tudás, a spiritualitás és a lelkiség az szigorúan egybe tartozik. Tehát ez, ami többször fölmerült, hogy ugye tanulmányozzuk a liturgia történetét, az egyház történetét, a teológiát, a latin nyelvet, stb. Tehát a tanulás is szigorúan hozzá tartozik, a liturgia végzése is, és az egyéni lelki életnek a megélése is. Mondjuk én papként azért ezt nagyon tapasztaltam, hogy az ember úgy fogja föl, hogy na most elmondtam a zsolozsmát, és még hátra van az imádkozás, ugye? Hát abba bele lehet pusztulni rövid időn belül, hanem tényleg azt kell csinálni, hogy a maga a liturgia végzés az az én ima életem, az a lelki életem, ahhoz csatlakozik a többi, abból indul ki az életem át ugye kitartó és biztonságos forrása az egyéni lelki életemnek is.